Varga Tibor 40 évig volt erdésze az Északerdő hegyközi igazgatóságának. Pálházán, Mikóházán, majd Sátoraljóújhelyben volt kerületvezető erdész. Emellett vadászként is szolgált a Zemplént. Szenvedélyesen szerette a természetet, izzig-vérig vadász volt, abból a fajtából, akiknek a vadászat elsősorban az erdőzúgást jelentette. Ha tehette, minden napot volt az erdőn, fáradhatatlanul járta az ősi vadváltókat, s néha puskát is fogott. Persze csak akkor, ha ezt a vadállomány szabályozása megkövetelte. Számára ennyi volt a vadászat, és nem több. A Zemplén Televízió vadászati magazinjainak állandó szakértője volt. Így sokan megismerhették természet szeretetét, a vadgazdálkodásban végzett munkáját. Én nekem itt volt az erdész kerületem, a Sátoraljaújhelyi, tehát ez is egy döntő szempont volt. Itt vannak a társulatban a barátaim, és nem mindegy, hogy az ember kivel megy ki a területre. Lőhetek akármilyen szépet, ha nincs kivel az élményt megosztani, az nem ér semmit. Kiterjedt vadász kapcsolatai voltak. Sok-sok vadászaton vett részt, főleg kísérőként. Utolsó felvételünk is a Spartacus 2007 vadásztársaság egyik őszi szarvasbika vadászata után készült vele. Itt büszkén mesélte el élményeit, s mint kísérő vadász talán jobban örült társa szerencséjének, mint maga a vadász. Legutóbb, amikor beszélgettünk, hogy jó 2 évvel ezelőtt, akkor egy aranyérmes bikát sikerült lövetned az egyik vendéggel. Most is kísértél vendéget? Most is eredményes voltál? Igen. Ez az egyik kolléga, aki lőtte ezt a szép 8 kilós bikát, előző nap én voltam vele, másnap másik kollégával voltak együtt. Hát az, hogy tulajdonképpen az mindig egy kicsit szerencse kérdése is. Természetesen bikavadászatnál, ott azért ismerni kell a területet, a bikák mozgását. Nem lövünk rá akármire, vagy lövetünk rá akármire, de hát most már én úgy látom, hogy azt a régi hagyományt, amit mindig panaszkodtak, hogy az előző társulatnak tovább fogják-e vinni, ez a társulat nagyon szépen csinálja. Sok felé járt Zemplénben, s őszintén csodálta az erdők királyi vadját, a gímszarvast. Nem csak Zemplén, de Magyarország legszebb, legnagyobb vadja a szarvas. És a szarvasbika vadáztatás az a vadáztatónak is egy külön élmény, mert olyan, mint az ember saját maga vadászna. Több éves megfigyelések után jut el az ember oda, hogy megpróbálja meglönvetni azokat a bikákat, amik arra érdemesek. Na most, hogy ez úgy sikerüljön, ahhoz viszont egy kis szerencse is kell. Ez így történt mostani idénybe is, és hál' Istennek ezek a szép trófeák, ezek így kerültek terítékre. Ez köszönhető annak, hogy van a társulatnak egy nagyon lelkiismeretes, jó szaktudású, hivatásos vadásza, a Tóth Péter, aki előkészíti a területet, rendben van a vadgazdálkodás, és így könnyű egy kicsit vadásztatni is. Tehát inkább én azt mondanám, hogy nagyon nagy érdeme van annak, hogy ez a trófeák most itt vannak a területen. Thank you.
Varga Tibor tagja volt több vadásztársaságnak is. A sátorajóhelyi Spartacus vadásztársaságban vezetőségi tag is volt évekig. Szakértelmével szolgálta az egyesület munkáját, Zemplén vadvilágát. Jó pár évig voltam a régi nagy Spartacusnál vadászmester is, több éven vadásztattam bikára. De ilyen kimondottan, ilyen szerencsés reggel, ez nem fordult még elő, mint most. Én fordítva mondanám a aranyérmes, bronzérmest, a Urbán Zsolti vadásszal mentünk ki reggel, és szürkületnél sikerült, ami később bronzérmes lett, ezt a bikát meglőni. És amikor ezt tettük föl, meg készítettük föl terítékre, akkor érkezett meg a elnök úr, a Gergely József vadásszal, és ahogy segítettek föltenni a kocsira, bent a völgybe bőgtek még a bikák, és elnök úr megkért, hogy próbáljam meg a vendéget bevinni, és közelébe kerülni a másik bikának. És hát ez lett ez a szép, ez az aranyérmes bika, amit láttunk már évekkel ezelőtt is, de az, hogy ma reggel ez lesz ott bent, ezt nem tudtuk. Ez egy külön szerencse volt. Hát egy körülbelül egy ilyen fél órás cserkelés, bőgőkürttel való csalogatás után sikerült terítékre hozni. Varga Tibor egész életében hitt a közösségi munkában. Mindig azt vallotta, hogy együtt eredményesebb a vadgazdálkodás. Ez egy ilyen kollektív munka itt a társulat területén, most már évek óta, függetlenül attól, hogy ki a vendég, ez lehet, hogy reggel egyik vendéggel kell menni, más este másikkal, vagy pedig közösen, nem nagy a terület. Természetesen igen, a elnök úr és a tagság meghívására én is részt veszek a szarvasvadászaton. Nekem ez az életem. Ez az életem, a erdély szakma mellett a vadászat, ezen felül is a szarvasvadászat az, ami a szívem csücske. Szerette a társaságot. Egy-egy közös vadászat mindig felfrissülést adott neki a mindennapokhoz. Többször találkoztunk vele Sárospataktól Sátorajóújhelyen át Kőkapuig a társas vadászatokon. Mester Andrással, aki ezt a mai napi vadászatot vezette, akinek a területén vadásztunk, gyerekkori jó barátok vagyunk. Ismerem a vadászati technológiáját, ismerem a vadgazdálkodási módszereit, és csak elismeréssel tudok róla nyilatkozni. Én úgy gondolom, hogy ebbe a mai ember próbáló időbe eredményes, szép vadászatot folytattunk, szép terítéket, és én úgy gondolom, hogy egy jó baráti csapat jött össze, aki igazolta azt, hogy ebbe a Zemplénbe, ami a Magyarország egyik legszebb tája, itt lehet eredményesen is dolgozni. Jól szervezett volt ez a mai nap? Igen, tehát a mai nap kezdődött azzal, hogy egy baráti reggelin vett részt a vadászcsapat, ami nem csak egy ilyen baráti vadásztatáson, hanem külföldi vendégek vadásztatásán is gyakorlattá válik, hogy érezzék jól magukat nem csak a vadászaton, hanem azon, hogy Magyarországon ilyen vadászati lehetőségek vannak, ami azt jelenti, utána pedig a nap folyamán szervezetten, jól működően vadásztunk együtt. Mint erdészeti szakember tudta, értette, segítette és szolgálta Zemplén vadvilágát. Én úgy gondolom, hogy az Zemplén vadállománya az utóbbi időben olyan szempontból fejlődött, hogy látszik rajta a vadgazdának a keze munkája. Tehát nem azt jelenti, hogy mindent meglőni, hanem eredményesen jó gazdálkodni a rajta lévő vadállománnyal. Varga Tibor 40 évig szolgálta Zemplén vadvilágát és erdőgazdálkodását. Sokat tett természeti értékeink védelméért, gyarapításáért. Emlékét megőrzik azok a képkockák, amelyek az elmúlt 10-15 évben készültek róla és vele vadászműsoraink forgatása során. Most ezekkel a képekkel tisztelgünk egy nagyszerű vadász, egy igazi természetvédő erdész, egy jó ember előtt. Hát én 40 éve ismerem. A vadásztársulatban, nem csak ebbe az újba, hanem a régiben is hatékonyan részt vett. Ő valóban a társaságért élt, a munkája nem csak a vadásztársulatban, hanem tulajdonképpen maga a civil életben is, maga a közösséget szolgálta. Nagyon fog hiányozni, és nagyon hiányzik ebből a csapatból.
Emlékét megőrizzük, nyugodj békében az örök vadászmezőkön.